Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntöm Önöket az Ige Hirdetők legújabb adásában. A héten Bodajkon jár a televíziónk, így mi is megismerkedünk a helyettes plébános atyával, aki Bodajkon szolgált. Legutóbb már találkozhattak Móroc Tamás atyával, aki a kegyhely plébánosa, most pedig Oravecki Attila atyát köszöntöm itt a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Szerbusz Attila atya. Szervusz. Nagy élmény mindannyiunk számára Bodajk, és hát szeretnénk, hogyha a nézőink most téged is megismernének jobban. Úgyhogy egy különleges út a tiéd, hogy mindjárt a lényegre térjek, hiszen Tamás atyával ellentétben te nem az iskolapadból kerültél a szemináriumba, hanem ennél sokkal izgalmasabb, nem mondom, ez lehet, hogy nem a megfelelő szó, de hogy egy másfajta utat jártál be. Igen. Hogy is indult a te pályád? Beszéljünk arról, Szent Erzsébet ünnepén születtél. Igen, édesanyámnak a nevenapja, én voltam neki a névnapi ajándéka. Persze születésnapi is voltam, mert hiszen megszülettem erre a világra. Igen, elég Varga betűs az én életem. Nem az a Varga betű benne, hogy most pap lettem, és rossz, hogy pap vagyok, hanem az, hogy elindult. Gyerekkoromban engem nagyon vonzott már gyerekkoromban az, hogy valamilyen módon művészettel, a színházzal. Azt mondták a szüleim, mert nagyszüleim azt mondták, amikor elkezdődött az esti mese, vagy bármilyen dolog, akkor rögtön az ugrálásból leültem, és néztem a mesét. És meg tudtam mondani, hogy ki a szinkronhangjának, a mesefigurának, elkezdett érdekelni így a művészet. És akkor az unokatestvéreim, amikor nyáron nálunk voltak, akkor mindig valami színházi előadást készítettünk. Azt hiszem a legelső az talán a János Vitéz volt. Rég sokáig tudtam is fejből majdnem az egész János Vitéz, mert annyit próbáltuk meg minden. Én voltam a János Vitéz, aztán az egyik unokatestvérem volt az Iruska, a másik pedig a gonosz mostoha. Tehát bár a színház benne volt az életemben. Aztán volt egy másik irány, ami nagyon érdekelt, az orvos hivatás. Mindig sebész szerettem lenni. Nem tudom miért, de sebész. Nem, semmi más nem. Sebész. És miből jöhetett ez? Tehát mondjuk színészet, orvoslás, sebészet? Mindjárt, kicsit érdekes, csak így iszottam. Utána, amikor óvodás voltam, én nagyon-nagyon-nagyon hajlékony gyerek voltam, és az óvodába kijött egyszer, én Érdófalon éltem 27 évig, aztán átköltöztünk Százhalombatára, és Érdófalon jártam oviba. És kijöttek a balettintézetből, hogy gyerekeket keressenek az intézetbe, új utánpótlásokat. És akkor az óvodában az ember menti a lábú, hogy járkáltunk, meg mit tudom én. A gyerek az úgy játszik, tudod, úgy nem nagyon törődik, azon nézik, és akkor jöttek, hogy hát, hogy ne haragudjak, a szüleimmel szeretnének beszélni, és mondom, hogy jó, behívják. Hogy a kisfiúkat elvinnénk Budapestre a balettintézetbe. Hogy mi lenne, ha elengednék? És mondta anyu, nem. Aztán a következő az volt, hogy én nagyon szerettem a cirkuszt. A bohócokat. És amikor nem tapsolt senki a bohócnak, én biztos, hogy tapsoltam. És akkor elmondtam, hogy én bohóc leszek. És a nagymamámnak volt egy kis ismerettsége az artista képzőbe, és úgy protezsált engem befelé, hogy hát, hogy akkor ott kezdem akkor 8 általánost, és akkor szépen majd valami bohóc, vagy valami lesz belőlem. Ugye egyedül voltam gyermek. Édesanyámnak az ajándéka. Az ő kis fiát senki nem viszi el sehová. És akkor ez is itt dugába dölt. Aztán életem egy idő tovább, nem voltam egy jó tanuló, nem voltam a jó kvalitásokkal megállva, mint mondjuk bármelyik más osztálytársam, de nem voltam rossz tanuló. És gyakorlatilag az utolsó 8. fél évig, hogy matematikából megbuktattak, és innen minden tovább tanulás így eltűnt. És akkor egy szakmunkás képző intézetbe irattak be kőműves szakra. Mindig azt mondták, hogy te féltéglás köműves vagy, mert ilyen, hát a fizikumomból adódóan hát alkalmatlan voltam rá, és azt mondták a szakvizsgán, hogy egy dolgot kérnek tőlem, hogy házat ne építsek, és próbáljak a fejemből megélni. És akkor mondtam, akkor nem érdekel, hogy nem leszek köműves, és akkor elkezdtem foglalkozni a színházzal, elkezdtem egy stúdióba járni, a Téba Művészeti Szakközépiskolába, akkor még Téba stúdió néven volt, Andor Edith volt a vezetője, és oda kezdtem el járni. Egy kicsit úgy érdekeljen a színház, de nem voltam egy ilyen központi gyerek, aki azt mondta, hogy most én akarok központban lenni, és akkor mindenki rám figyel. Én nem szavartam se az iskolába, sehol. Én le voltam írva, hogy ez egy olyan gyerek, aki úgy se lesz semmi ebből a gyerekből, majd lesz valami.
de semmi. És akkor ugye elkezdtem ott foglalkozni a színházzal, és ott döbbentem arra rá, hogy végül is valamit az ember az életében próbál elérni. És akkor pantomimmel kezdtem el foglalkozni, az lett a főszakom úgymond a színészet mellett, és az volt, ami elég jó irányt vett így az életem, ami mondjuk azért tényleg jól is ment. Aztán utána egyik pillanatról másikra, de mégis egy pillanat volt, én nem ministráltam soha a templomba. Én elmentem a templomba, szépen nagymám ugye vallásos volt, hívő családból származtam, de eljártam vele templom, akkor már Százhalombattán volt, mert édesanyám, amikor meghalt 2002-ben, akkor átköltöztünk Százhalombattára, és ott a százhalombattai közösségbe jártam, ugye a templomba, ott Illési Mátyás atya volt ott a plébános, és aki a Matyit ismeri, azt tudja, milyen kaliberű ember, milyen kvalitásokkal rendelkezik. Gyere be! Mert gyere, mi is nem. Te, hogy megyek én minisztrány? Közben a színházban nagyon is foglalkoztam, tehát ez már hosszú éve már az is színház volt, meg ember kiment oda, néha különböző figurákból jött ment, de ez engem nem vonzott, ez az egész minisztrálási dolog. Én szépen imádkoztam, rózsafüzé, minden, aztán azt mondja, gyere! Na jó, egy fene, megyek. És megálltam az oltár mögött, és azt mondtam, hogy jó helyen vagyok. Beadom a jelentkezésemet a Székesfehérvári Egyházmegyébe, beadtam, és itt vagyok. És ott most a papi hivatásomban kaptam erre magyarázatot, sebész akartam lenni. Hát ember lelki sebész. Színész akartam lenni. Hát az ember kimegy az oltár mögé, valóban megéli ezt a fajta nagyon nehéz oldalt. Aztán valahol bohóc is lettem, mert végül is az embernek a humor nagyon fontos. Balettáncos nem lettem, de pantomim művész lettem. Tehát most így összefoglalva egy picit az egész életutat, amit mondtad, hogy színházból eljutni mondjuk a papságig, ez így alakult. Sokan papok szeretnének lenni, de színészek lesznek. Én színész szerettem volna lenni, és pap lettem. Ennyi a kis rövid életutam az elmúlt 48 évből. Ezért tényleg nagyon különleges. Igen. Főleg az, hogy így a pantomim színészetet most is használod pasztorációban is, igaz? Vagy legalábbis volt rá törekvés, vagy így hát van rá? Annyi, amikor kicsit ki tudok szabadulni, és ez egy olyan szabadulás, ami mondjuk egy igényszint, mármint abból, hogy én sokáig említettem, tanítottam pantomimet gyerekeknek. Egy ismerőseim, barátaimmal itt nem messze az Orci kertben alapítottunk, vagy létrehoztunk egy ilyen kis színi stúdiót. Az egész barátság abból volt, hogy szerettünk volna, mindannyiunkban megvolt az, hogy valahogy itt a Józsefvárosban, való benne a közepébe, gyerekeket meghívni, hogy foglalkozzunk velük egy kicsit, úgy az életüket egy picit úgy vidámabbá tegyük, vagy foglalkozzunk velük, és nagyon is cél volt az, hogy olyan gyerekeket is meghívjunk, akik mondjuk esetleg mindennapi életben a színészettel, vagy a mozgással, a tánccal, vagy bármilyen dologgal nem tudnak foglalkozni. És ezért felvettük a Pető Intézettel a kapcsolatot, és kérdeztük, hogyha esetleg valami van olyan gyerek, aki egy kicsikét szeretne eljönni, vagy tudják hozni, akkor mi szívesen foglalkozunk velük. Az, hogy beszéltechnikára tanítjuk őket, az nem annyira korlátoz, vagy nem probléma. Az, hogy énekel valaki, nagyon jó hangja van, ugye vannak olyan képességek, amik valaminek a hiányában felerősödnek, hogy akkor énekelni tanul, verset mondani. Tehát volt egy ilyen törekvésünk, hogy velük foglalkozzunk. És ugye ez az életemnek egy része volt, és utána pedig ugye most nyáron, most is augusztus 1-én, most már lassan, amióta itt vagyok Bodajkon, vagy amikor a Bodajkon vagyok, azóta minden évben jönnek Fehérvár Csurgon, nekünk van egy központ, Kaszab központ, talán Tamás, hogyha már esetleg más műsorban beszélt már elől, és oda jöttek most augusztus 1-ével 5 napra. És azóta minden évben egy 5 napos pantomim kurzust tartok nekik. De úgy a pasztorációban nem használom. A színházat annyiból használja az ember, hogy annyira nem feszélyeznek az emberek. Most nem tudom a kommunikáció milyen, vagy hogy működik az emberek a kommunikáció, de lehet, hogy könnyebben tudok mondjuk másikra odafigyelni, vagy a másikkal párbeszédet folytatni.
És a színháznak ez egy nagyon fontos része, ha másért nem, ezért, hogy az ember a mindennapi életben tudjon kommunikálni. Hogy élted meg ezt a váltást egyébként, hogy színház után szemináriumba kerültél? Sehogy. Ez az én döntésem volt. Tehát az, hogy fel sem merül, én azt mondtam, amikor mondom, hogy berom a jelentkezésemet a Fehérvári Egyház megyébe, ugye ez nem egy olyan dolog, hogy én akarom, hanem az volt, hogy püspök atya, még a Szentlélek, majd megmondja, hogy nem azt, hogy megmondja, hanem az, hogy irányít ebbe, vagy segít ebbe. És én nem laktam rá a 19-re még, a 21-ből, aki 19-re. Én azt mondtam, hogy lesz valahogy. Ha a jó Isten engem színésznek, vagy pantomimművésznek teremtett, vagy az az én hivatásom, és közben van egy egészséges hitéletem, erre mondtam azt, hogy valaki, van egy papi hivatása, de nem mer igent mondani, és mondjuk színész lesz belőle, tudnánk erre nevet mondani, vagy éppen később pápa lesz belőle, vagy mondjuk van olyan színész, aki hihetetlen módon benne ficánkol, és Bodajkoz is van egy színész, aki kötődik Bodajkoz nagyon is, és már volt is nálunk, aki egy az ottani plébánosnak az unokaöccse volt, ő meg színész lett, pedig benne élt, van egy hitélete, van egy egészen hitélete, pedig meg pont kicsit fordítva volt. Az, hogy én színész voltam, és valóban nem raktam fel minden, mondom, abban is jól éreztem magam. Nem azt mondom, hogy sikeres volt, nem nehéz azt mondani, hogy sikeres, nem azt, hogy nem is akartam sikeres lenni. De bennem nem volt soha meg az a fajta törekvés, hogy én bármilyen módon professzionálisan bármit is csinálja, vagy úgy éljek. De nem akartam soha egyetemista lenni, nem akartam színművészetre menni, én nem akartam pantomimmel foglalkozni, abszolút-e. Ez annyi buta bolondság, megfogja fuborrat, emeli, iszik belőle, lerakja. Minek? Itt van a pohár, megemelem és iszok belőle. Miért kell ilyen buta módon így nincs szék, akkor leülök, vagy benyám. De fura dolgok voltak, nem érdekelt ez, ilyen hideg, üres, és semmi. És miért nem lehet inkább énekelni, fények, meg mindegy, a pantomim ugye ez egy kis szürkének gondolják, meg ugye mindenki ugye est, ennyi marad meg, de pedig az ember, hogyha kicsit belemerül, belegondolsz, hihetetlen módon te belül fejlődsz. Ez olyan, mint az imádság. Hogy amikor neked az a feladatod, ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy testbeszéd, beszél a test. A pantomim erről szól. Mert amit a szavak kellett mondani, azt akkor nem kell elmutogatni. Amit el tudsz mutogatni, vagy meg tudod valósítani, azt nem kell elmondani. És a pantomim ezért nagyon-nagyon-nagyon remek dolog. Az ember önmagát fejleszted, azt, amit én látok, például ezt a poharat, te rögtön oda tekintesz, ha bennem megvan, azért látom azt a poharat, akkor te is látni fogod. És az embernek nagyon sokat segít a színház életében, meg mondjuk az a pap életében. Az, hogy én látom azt az eseményt, látom azt a történetet. Ugye van egy ilyen bibliodráma, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, van egy ilyen törekvés, hogy eljátsszuk a bibliai eseményeket, és akkor próbáljuk ezt az egészet átélni. Nekem volt egy, amikor egy tanulmányt kellett írnom még a központiba, még a centralistába. Nagyon sarokban voltam szorítva, mert mit írjak? Vagy az ember elsős teológus. Váltsa meg a világot, hogy miről írsz? A Szent Háromság annak a misztériumát, ezt már megírták. Miről írjak? És ott megfenyegettek, hogy azt mondja, ha nem írsz semmit, akkor mit tudom én, nem vehetsz részt a nem tudom milyen ünnepségen. Engem nem tudtak ezzel fenyegetni, mert az édesapám nem tudott engem korlátok között tartani ilyen szempontból. Volt egy olyan esemény az életemben, amikor az volt, hogy nem szeretek karácsony feldíszíteni. Ez tény van. Én semmilyen manuális, ilyen pipi dolgokat vagy rajzolni. Én vonalzóban nem tudok egy egyenes vonalat rajzolni. És azt mondta, hogy ha nem díszíted föl a fejlőfát, nem karácsony fát, akkor nem ehetsz szaloncukrot. Nem is ettem abba az évben. És mondta, annyira édes kicsi fiam, egyél szaloncukrot, hát itt fog megromlani, mit csinálunk vele? Mondom, apu azt mondta, nem, akkor nem. Tehát van nem egy ilyen tatosság, egyfajta ilyen sértődöttség. Nem tudom, az életben van ilyen, lehet, hogy ezt már kezdem már kicsit szán elfelejteni, de mindig volt egy ilyen dolog, hogy valóban az ember próbálja azt, hogy valamilyen módon korrektül, vagy bármit egyenes vonalon készít csinálni, vagy végezni. És ugyanígy volt nagyon sokszor az életemben is, hogy pontosan ez
volt például az oltár mögött is az, hogy elképzelem, és úgy élem az egész dolgot, meg úgy élem azt, hogy valamit tényleg valóban tudok adni, és ezért nagyon sokat segített a pantomim. Tehát ez nagyon sokat segít ebből, hogy én látom azt a dolgot, és másokat esetleg ez az útra meg tudok hívni. Hogyha a kérdésre válaszol, én hosszú bevezető után, mind a kettőt valamilyen módon tudom kapacitálni. Ugye nagyon érdekes Bodajk egy szempontból. Ezt te is már próbáltad felkonf elején, vagy a beszélgetésünk elején mondani, hogy mi Tamás atyával ketten, mind a ketten valahogy művészetileg meg vagyunk fertőzve. Ugye jobban ki tudja élni mondjuk ezt a művészi tehetségét, képességét az orgonálásban, a zenében. Ugye az közelebb áll a zene, mondjuk az egyházhoz is, tehát meg a zene. Maga a zene, bármi. Így van az orgona, ami kántori szolgálat. Vagy bármilyen zene, mondjuk, ha valaki tud, nagyon gitározik, hegedő, vagy bármi, tudja kapacitálni. Én egy kicsit nehezebb helyzetben vagyok az én, úgymond, esetleg tehetségemmel az, hogy én pantomim művész vagyok. Tehát most biztos, hogy van ilyen, most épp ezt mondtam a múltkor a kollégáknak, hogy most már kezdem önmagamat tudni, hogy ennyit beszélek, hát végig misén majd pantomim elmutogatom a Szentírás részt. Tehát ez egy kicsit butaság, meg balgaság. És annak idején, visszatérve a mellyére, kellett írnom egy tanulmányt, és pantomim írtam. Pantomim integrálása a hitoktatásban. És akkor mindenki, aki elolvas, azt mondja, hú, ezt meg kell valósítani, ezt meg kell. Milyen érdekes lenne az, hogy akkor most a pantomim, meg az egészség, egy kis csoportokban, kis stúdiómunka, kis ilyen kis... És mondtam azt, hogy ez már ti dolgotok lesz. Én ezt már nem fogom megvalósítani. Tehát gyakorlatilag egy olyan érdekes dolog, hogy ez kéne egy stúdiómunka, hogy azt kipróbálni, megvalósítani. És ugye papként az ember ezt nem biztos, hogy meg tudja. Kéne egy csoportot összegyűjteni, azok a kidolgozzanak a tanmenetét, és erre mondtam azt, hogy ugye van ez a mimodráma, vagy bármilyen dolog ilyen, ami az egyház bibliodrámás képességfejlesztő, az pontosan az a másik oldala, hogy az egy másik, de nagyon hasonló, amit én szeretnék. Ez inkább az a lényeg, hogy próbáltam valami fügét mutatni, amikor ezt megiratták velem, hogy a búcsát ezt belekötni. És mondják, majd nem baj, ha nem sikerül jól, majd lektoráljuk, mondom, tudom, mit lektorálsz te, honnan értesz hozzá? Hogy majd pont a pantomimet te fogod lektorálni, és majd megmondod, hogy én milyen hibát, mondjuk a tokmozgást rosszul idéztem, vagy a pantomimikus járás, vagy a fikciós tárgyakat, majd tudod azt, hogy mi az, nem? És ez volt, azért mondom, volt bennem egy ilyen dac, hogy akkor is írok valamit. És ugye ez annyira érdekes lett azok számára, akik elolvasták, hogy azt mondták, ezt meg kell valósítani. De én akkor már ugye papnövendék voltam, a kollégáim, akivel indítottuk ezt a színházi stúdiómunkát, hogy valósítsuk meg. Nincs. De alapvetően nagy szükség van arra, hogy megújuljon a hitoktatás is, hogy mindenféle új módszert belevigyenek az oktatók ebbe, vagy akár a hitoktatók, igaz? Igen, én azért mondtam, hogy hitoktatók, akkor valósítsátok meg. Tehát nem, tényleg az, hogy ez egy olyan dolog volt, ami biztos, hogy működne, vagy meg lehetne valósítani, de én már szerintem én nem leszek erre már. Nem. Sok szempontból finnyit fizikálisan sem, de azt, hogy tartok egy 5 napot kurzus, azt, hogy meg tudom csinálni, mert végül is annyira nem vagyok még lefáradva, vagy elfáradva. És nekem is nagyon fontos, képzeld el, nagyon érdekes az, hogy ugye Bodajkon azért nagyon, nagyon sok az olyan munka, ami nem fizikális, hanem mentális, vagy lelki, amikor jönnek az emberek, és tényleg arról beszélsz, amit nagyon szeretsz, ami nagyon örülsz neki, és valóban a szerelmed, hogy ez nagyon sok energiát kivesz. És utána, az ember elmegyek erre az 5 napos kurzusra, kimegy belőlem, kipantomimezem magamból, kiadom magamból, abból, hogy a tolás, húzásban benne van az erő, benne van minden, vagy az, hogy például lágyabb mozgás, csomó mindent az ember dolgoz, egy ilyen önfeldolgozás bennem, kidolgozom magamból, vagy magában az etűdben, amit csinálok, abban belerakom önmagamat, hogy a színház azért a rendező oldalra, mindig az legtöbb darabban a rendezőt látja, nem a színészt. A színész azért az ilyen, hogy is mondják, ilyen fény visszaverő felület általában a színházban, hogy csak megvilágítja a filmben is, hogy csak azért van a színész, hogy a fényt visszaverje, de amúgy nem kíváncsiak rá, mert az operatőr munkája legfontosabb. A rendező, a kép, a szín, a díszlet, a színészre csak úgy berakják így bábogén, és az mozog abban a térben. Valahogy így vannak, ez az oldalam, de tudom, hogy mind a kettő nagyon-nagyon fontos, mert én egy összművészeti szakközépiskolában dolgoztam, ahol operatőröket képeztek, grafikusokat, fotósokat, filmeseket, de nyilván beleláttam ebbe az életformába, és mondtam, hogy én ezt nem tudnám. Én nem vagyok kreatív, én nem tudnék egy kamerám mögé beállni, meglátni azt a fajta képet, ami jó, szép.
Én csak élvezni tudom a filmet, vagy bármilyen film, olyan dolgot, fotót, egy fotón el tudok nézelődni, hogy jutott az eszébe, én elképtelen lennék. Nem egyszerű szakma, az biztos. Igen. Itt a kollégáimnál én is napról napra látom, hogy mennyire nehéz az, hogy azért egy jó beállítás, vagy akár, hogy itt ülünk egy stúdióban. És mi az? És én ettől leszek szebb és jobban, hogy ők dolgoznak. Én attól leszek értéke, vagy esetleg olyan pillanatot megfognak az életemből, ami lehet, hogy az tényleg egy szép dolog. És közül én sem veszem magamból, hogy tényleg milyen jó dolog az, hogy az ember van, és értékes az emberek az élete. Most már sokat beszéltünk Bodaékról, de azért menjünk vissza oda, hogy 7 éve szenteltek pappá, és igen. Az első szolgálati helyed pont ugyanoda vezetett, ahol Tamás atyai, ugye jól láttam? Igen. Valami érdekes, nem azt mondom, hogy előttem az utódom, vagy utóbb, hogy a Tamás mondhatná, mert mindenek ketten Tatabányán Bánidán kezdtük. Én majd egy nagyobb Tatabányán, mint Tamás atya, de Tamás atya előttem volt talán 2-vel. Ő még Nagy László atyának volt, mondhatni azt, az utolsó előtti káplánya, de ugye Tamás atya ugye Budaajtra került plébánsnak, utána került oda még a Helter István atya. Ő már nem nagyon sokáig tudott Laci bácsának nevezték, sokat együtt lenni, mert utána elég hamar elhunyt. De utána kerültem én oda, még volt előttem egy, utána kerültem én a Bánhidára. Tehát így van az összefüggés, hogy nem ahhoz a plébánoshoz kerültem már, de Tatabányára és Bánhidára. És neked milyen volt Tatabánya? Egy nagyváros, igazából iparváros benyomása van az embernek. Tamás atyától azért már hallhattunk, hogy azért ennek ellenére a hitélete meglepően jó Tatabányára. Igen, jó a hitélete. Tehát ugye ő még egy kis Tatabányát tapasztalom. Ugye Bánhida akkor hozzátartozott az újváros és a kertváros. És Tatabánya mondjuk több részből állt. Most egy picit, hogy elmondjam Tatabányát, ugye volt a Galla vidéke. Felső Galla, alsó Galla, óváros. Ez külön plébánosa volt ennek. És utána volt ugye a bánhidai rész, és akkor ezek a részek. És ezeket később összerakták, és gyakorlatilag így a nagy Tatabánya lett ezekkel a területekkel együtt. És én már abba kerültem bele. Tehát az, hogy ez már nagyobb feladat volt, több feladat volt, ami talán egy előszobája volt a bodajki létemnek, mert hiszen itt is Tamás atya elmondta, 10 plébáni és 6 pici részünk van. És ezt el kell látni. Az, hogy a munkától nem érek meg, vagy nem, nincs az bennem az, hogy jaj, most nincs szabadnapom, vagy most dolgozni kezd Tatabány, az ember megtanulta. Mert minden nap volt valami, vagy egy temetés, vagy egy hittanórát is tanítottam, ott most a bodajkon nem, hittanórákra heti 12 órába elmegy. Nagyon sokat tanultam Tatabányán. Uh-huh. Tehát ebből a szempontból az, hogy mit hagytam magam után, vagy hogy rólam mit mondanak azokat, be kéne ide hívni, és őket is megkérdezni, hogy mit adtam számukra. De én próbáltam őket szeretni, próbáltam nekik átadni azt, ami bennem van, ami Krisztus, ami bennem próbál, rajtam keresztül próbál nekik adni. És én azt gondolom, hogy mi mai napig vannak olyan kapcsolataim, mondhatni barátaim, akik oda kötnek engem. Nem sokat találkozunk, keveset találkozunk, de mégis egy telefon azért megvan, most úgy néz ki, hogy fognak jönni Bodaikra is majd, búcsúra. Tehát amilyen módon én elmentem oda, ahogy eljöttem onnan, az megmaradtak ezek a kapcsolatok. Azért nehéz Tatabányáról beszélni, mert az embernek az első káplános helye még úgy próbálgatja a szárnyait, néha buta dolgokat csinál, vagy buta döntéseket hoz, hogy a plébánosnak azt javítani kell, vagy ugyanúgy én is, hogy megértsem a másikat, a plébánost, azt, hogy neki milyen teher van, és ezt nem engedhetem magamnak, vagy azt éreztetni, vagy azt sugározni, hogy bízzál bennem, egy hajóba nevezünk, próbálom a maximumot kihozni a dolgokból, nem megy még így. Ez türelem kérdése. A plébános türelme, a káplán türelme, és ez valahogy ez egy közös munka. Volt egy plébánosi továbbképzésen voltunk, és ott volt erre egy picit szó, hogy milyen nehéz most a papok élete, meg az egyház élete, és én azt mondtam, hogy egy dolgot kell magunkkal vinni. Amikor te plébános leszel, és kapsz egy káplánt, akkor te próbáld azt neki megadni, amit esetleg te nem kaptál meg. És talán Tatabánya azért is volt nehéz, mert a plébános, a Gedő Attila plébános atya is nagyon sokat dolgozott, neki ott volt egy katolikus, két akkor katolikus intézmény, ugye a Szent Margit iskola, a Szent Erzsébet óvora, nagyon sok energiát elvett, nagy város volt.
mint mondtad is, hogy megy a jogúváros. Én is, amit ki tudtam venni, azt ki tudtam venni belőle. És gyakorlatilag nagyon kevés volt a találkozási pont, és ez is egy nagyon nehéz dolog. Bodajkon ez egy kicsit más. Így van, erről már sokat hallottunk. Igen. Egész héten is a Bodajkra látogatunk, ugye nézőink megismerhették már Bodajk hitéletét is, ennek a ketyének a különlegességeit. De ugye te, mikor oda kerültél, akkor még káplán voltál először. Káplánként ugye? Kerültem oda. Így van, akkor is már egy papi közösségbe kerültél bele, ha jól tudom. Igen, persze. Mit jelent ez igazából? Tamás atyával már beszélgettünk arról, ugye, hogy teljesen más az, amikor egy plébános egyedül szolgál, vagy az, amikor egy papi közösségben, hogy mégsem szerzetes közösség, ugye ott jellemző ez. Tehát mit jelent számodra egy papi közösségben élni? Még jellemző lenne a papi közösség, igen, vagy a szerzetes közösség, hiszen egy kapucinus kegyhelyen van. Igen. Amikor oda kerültem, nekem nagyon jó és nagyon jó pillanatban volt ez a dolog, ez a dispozíció, mert pontosan próbáltuk megélni ezt a papi közösséget Tatabányán is, de valahogy Bodajkon ez egyszerűbb volt. Úgy ott volt nagyon szeretett József atyánk, egy idős papbácsi. Majd őt is majd biztos, hogy meg fogják ismerni, hogy megismerik. És ott volt Tamás, hogy csak egy fiatalos, lendületes, de mégis egy olyan fajta közösséget megér. De ő biztos, hogy hozta magába, meg József atya is, ugye a ferenceseknél voltak ők, Esztergom, mind a ketten. Hoztak egyfajta ilyen, tartsunk össze, és egy hajóban nevezünk. És valahogy ebbe csöppentem bele, hogy ez nem volt nehéz, mert ők úgy fogadtak engem. És nagyon jó, és tényleg az ember belegondol ebbe a közösségbe, nagyon fontos. Mert mindenkinek megvan a maga erőssége. És hogyha nem tudjuk leosztani a feladatokat, akkor sokkal nehezebb. Például József atya, ugye ő neki az életének egy nagyon fontos része az, hogy gyontasson. Tehát neki a hívekkel való foglalkozás. Tamás atya ugye fiatalként, ambíciózusként, tehát egyfajta lendülettel, neki jól megy ez a fajta, hogy mindig csinál valamit a kegyhelyen, mindig valamit újít, vagy új dolgokat behoz. És akkor én ott voltam, oda bekerültem a közösségbe, és én voltam egy másik színfoltja ennek az egésznek. De ami nekem nem megy, azt esetleg, vagy tapasztaltam, a József atya tudja segíteni a híveket, amit én még nem tudok, például a plébáni irányítás, a plébániai élet, vagy egyfajta plébániak úgymond nem azt, hogy menedzselése, hanem valamilyen módon egyfajta értékteremtés, az még a Tamás atyának megy. És ezért jó a papi közösség, mert mindenkinek meg kell, hogy találja a maga karizmáját, a maga tehetségét. És ezért nagyon jó ebbe az a közösség, mert ebbe valahogy talán mondhatom azt, hogy néha kicsit nehezebb, de mindig a vége az, hogy végülis le tudunk ülni egy asztalhoz, és azt tudjuk mondani, hogy jaj, de jó, hogy együtt vagyunk, és együtt tudunk szolgálni. És nem egyedül kell ezt mindezt a 4 vagy 3 dolgot megtennem, vagy végigvinnem, vagy elvégeznem, hanem le tudom osztani a másiknak, amit ő szívesen vállal, vagy ugyanúgy azt mondja, hogy én ebbe érzem magamban azt, hogy ebbe erős vagyok, vagy én ebbe tehetséget, vagy képességet érzem, és hagyd meg nekem ezt, és akkor ezt csinálom. Mennyire időd van egyébként? Mennyi időd van magadra? Ebben egyrészt a közösségben élni, másrészt ennyire feszített tempóban, hiszen... Ilyenkor az ember nagyon... mindig egy kicsikét áthelyezi a testsúlyt, mert múltkor épp valaki megkérdezte ezt. És azt mondtam, hogy szabadság. Mi az, hogy szabadság? Én valahogy nem ismerem ezt a fogalmat. Mert mindig valamilyen módon, mindig valami intenzív életet éltem. Tehát amikor utána színházba bekerültem a szeminárium, ott is minden nap volt annyi feladat. Gyakorlatilag, hogy is mondjam, nekem a szeminárium, én azt tudom mondani, és azt mondom, ezzel kapcsolatosan ezt tudom mondani, hogy én a hivatásom, hogy én mivé válok, hogyan alakul a hivatásom, az a többiektől független. Az, hogy én milyen pap leszek, az bennem dől el. Én bementem a legelőször a szemináriumba, a legelső nap, beköltözés volt, bementem a kápolnába, voltál már a központi kápolnába? Igen, voltam. Fönn van az a Jézus, gyönyörű szép, hogy föl van függeszve. Bementem a kápolnába, lefeküdtem a földre, szétettem a kezem, mint az ember a papszentre, és azt mondom, uram, itt vagyok, tégy velem, mit akart. Hát ad itt is próbatételeket. De tudtam azt, hogy ez nekem kell végigjárni, ezt nekem kell végigcsinálnom valahol ezt a papi hivatást. És ugye az embert ez valamilyen módon biztos, hogy tehát valamilyen előmozdítja, vagy valamilyen módon próbál egy irányt venni az élete, vagy abba mindig elmerülni, és valahogy ez a szabadság dolog, ez nekem mindig olyan fura volt, hogy mindig valamit dolgozni kellett, mindig valamit tenni kellett. De az, hogy magamra időt szánjak, ez nem jó dolog. De nem, ahogy is mondjam, tehát nekem nem az a font,
Én magam, az Isten majd segít nekem abban, hogy én szabadságra menjek a lelkem. Nekem nem a fizikai szabadság, a lelki szabadság is. Amíg volt rá lehetőségem, és nem azt mondom, most nincs lehet, most is lenne lehetőségem, én nagyon sokat olvastam. Tehát nem is szabad bejönni, ahol lakom most, mert gyakorlatilag annyi könyv van, hogy azt szélebben nem fogom kiolvasni, de érdekel. Tehát nekem a szabadság az, hogy kicsit olvasok. Tehát nekem ez. De nem az, hogy konkrétan elmegyek, és szabad napom van, mert szerintem Tatabányán sem volt szabad nap, vagy igen, most beszélünk Tatabányáról, már nem Bánihádról, Tatabányáról, és úgy, hogy Bodajkon is mindig van feladat. Én érzem azt néha magamon, amikor mondjuk egy szombati napon mondjuk három csoportot visz az ember, utána még elmész misézni, és nem azt mondom, hogy én dolgozom sokat, mert többiek is ugyanígy dolgoznak sokat, és én akkor érzem azt, hogy most egy picit pihenni kéne. De leülök, mit tudom én, elmegyek egy órát, ülök, áttisztítom magamat, ugye pantomim, elképzelem át, és utána happy, és mint hogyha a cirkuszi ló, vagy nem tudom mi, rögtön megy a dolog. Én ezt hogy a szabadság, én ezt nem érzem. A szabadságot abban érzem, hogy szabadon tudom Krisztust hirdetni. Nem tudom, hogy a értető, amit szabadságról mondtam, amit te gondoltál, az nekem nem az a szabadság. Nekem a szabadság az, hogy tudok töltődni Krisztusra, bemenni a templomba, a szűzanyahoz leborulni. Én szoktam mondani azt, hogy ez a kegyhelyen valaki, aki bejön ebbe a kegyhelybe, és nem úgy megy el, hogy valamit ott hagyott és valamit kapott, az, amit nagyon rosszul csinál. Ezért a nehézségek mellett a bodajki szűzanya, az hihetetlen energiát ad, mint egy édesanya. Tehát a forrás. Az, hogy a táplál. Nem akarok nagyon átmenni egy ilyen nagyon szélsőséges dolog, de táplál, mint az édesanyja táplálja a gyermeket. Vagy egy láthatatlan köldögzsinoron, vagy éppen hogy a bodajki kegyhelyen is, hogy magához szorítja a szűzanya kis Jézust, és ott a keblém van, és hallgatja az ő szívdobbanását. Nekem a szűzanya ilyen, hogy még ráhajolok az ő szívére, és hallgatom az ő szívdobbanását, és azt mondom, van édesanyám. Ugye nincs édesanyám már itt a földi életben, de van fönt a mennyek országában, már kettő. Tudom, ugye mondják, hogy mindenkinek egy agyunkája van, nekem kettő van. Mennyire zarándokok érkeznek csak a kegyhelyre, vagy érkeznek olyan turista csoportok is, akik keresnek valamit, és találnak-e valamit? Ezt hogy tapasztalod? Az biztos, ez igaz, mert Bodajk az egy olyan gyönyörű szép hely lett, hogy mások számára is örömet ad. Ugye még ha csak bemegyünk a kegyhelyre, akkor már megérint mindenkit. Hittől, vallástól, vagy mindentől függetlenül. De az, hogy nem úgy megy el, hogy köszönjük és kaptunk valamit, és lehet, hogy azt mondja, amikor esetleg beszélgetünk velük, vagy esetleg van egy kis időnk arra, hogy kicsit mondjuk valaki kéri az kis lelki tartalmat is adjunk bele a dologba. Volt egy olyan csoport jött, vagy olyanok jöttek, aki csak azt mondták, hogy csak megnézzük a kegyhelyet, de kérnek körbeveszett, és mi egy múzeumba elmegyünk. És azért próbáljuk mindannyian, akik vezetünk, valamilyen módon egy kis papi pasztorációt is, hogy van egy kis mankócskánk, mert nem akarom előni a dolgokat, mert biztos, hogy lesz róla szó majd, amikor majd kint lesz a televízió, hogy beszélünk arról a mankóról, hogy nekünk mit jelent ez a mankó, vagy maga csodák, amik történik, mit jelentenek. Hogy az emberek az élete, az ön életében van, ez is maga is megtörténhet önnel is. És nézzen egy picit meg is, az ember valahogy nem egyfajta hittérítőként, hanem a saját lelkesedésen, a saját örömömön, hogy igen, én is, amikor idejöttem, jöttem egy ázott kutyaként, egyfajta idegenként, és akkor megsimogattak, és mondták gyerek, hogy mind a kis hercegnél a róka. Hogy minden nap egy kicsit közelebb, és a szűzanya ilyen. Ő nem azt mondja, hogy gyere ide, és akkor most ölellek, mint annyian sok, vannak ilyen nénik. Jó, de aranyos, kicsi, és akkor a gyerekbe meg alakul egy félelem. A szűzanya az nem ilyen. Ott van, mosolyog, kitárja a karját, és azt mondja, gyere hozzám. Az ember után úgy oda megy. És akkor szerintem ezt érzem az emberekben is, hogy valahogy erről beszél az ember, hogy elgondolkodik maga az édesanyáról, elgondolkodik arról, hogy fontos vagy számomra, elgondolkodik azon, hogy én is egy édesanyának a gyermek. Milyen hálás lettek az édesanyámnak, hogy azt mondta, hogy igen, legyél. Vagy a nagymamákért. Mindenki mindig nagyon fontos. Az ember, amikor az életében úgy alakulnak, hogy elveszít embereket, akkor döbben arra rá, hogy mennyire fontosak volt. A nagymama. Nekem a nagymamám volt nagyon meghatározó kis az életem. Nem az, hogy édesanyám bármilyen szinten háttérben volt, a nagypapám, a nagymamám. Ugye van egy húgom és ő is, egy érdekes kapcsolat, de
De akkor többen az hogy nagymama, hogy köszönetet ad az a nagymamámnak, mert ő igent mondott az édesanyámnak, és ezért az édesanyám igen tudott mondani rám. És mindig, amikor van nagyszülők, vagy idősek napja, akkor mindig szoktam mondani, hogy köszönöm önöknek, vagy szoktam mondani a híveimnek, a nőtagjainak, hogy nincs feleségem, mert rengeteg anyósom van. De mindenki ilyen anyós szeretné, mint önök. Hogy köszönjük, hogy mellettünk vannak, hogy az édesanyáinkat tudják egy picikét pótolni az ő szeretetükkel, mosolyukkal, anyai szeretetükkel. Csak egy édesanya tudja azt, hogy milyen egy gyerek. Az édesapa is tudja, de ő más oldalról. És ezt próbálj neki fölmutatni, és nagyon én érzem azt, vagy gondolom azt, hogy vannak olyan csoportok, akik később visszahozzák az ismerősüket. És mondom, kicsit hitetlenebbül indultak el. De mégis egyfajta megérintettség, egy érintettsége jönnek vissza, és már nem úgy jönnek így, hogy jó napot kívánok, üdvözlöm, hanem az, hogy dicsértessék, vagy örülöm, hogy újra találkozunk. Tehát akkor átalakul az emberi kapcsolatunk, és nagyon szerencsénk van ebből a szempontból, hogy tényleg így van. Hogy ezek az emberek elmennek, én amióta én ott vagyok Bodajkon, és megnyílt újra a kertjel felültés után, azóta nagyon azt érzem, hogy mindenki boldogom, hogy örömmel megy el. Hát majd kell jönni, és meg kell tapasztalni. Így van, de reméljük, hogy a nézőinknek mi is sikeresen át tudtuk vinni ennek a kegyhelynek a hangulatát itt ugye az egész heti kitelepülés alatt, amit ugye megkoronáz majd a búcsúi Szent Mise. Milyen ünnepek vannak még Bodajkon, és mit jelentenek ezek az ünnepek, akár a közösségnek, vagy akár az egész egyházmegyének? Hát Bodajkon ugye most nagyon is központi helyet foglal egy picit el Bodajk, nagyon sokszor gondolhatják azt is, mert hogy most kiemelt lett, nagyon... De igazából ez gyakorlatilag ezer éve így van, igaz? Hát azért nem így van ezer éve, mert Bodajki egy mindig is Bodajki kegyhely volt, de az, hogy alkalmassá váljon arra, hogy valóban nagyobb tömegeket befogadhasson, egyfajta helyet biztosítson, hogy ez nagyon alkalmas. A többi kegyhelyeink azok kisebbek, ugye Bodajk azért nagyobb, és nagyon sok rendezvény azért szerveződik én szerintem Bodajkra, mert ott van gyönyörű szép zarándok udvar, oda lehet embereket hívni. Jó helyen van, ugye Fejváron nincs messze, egy nagyon kis, jó kis helyen van, Mór, megyegyő városok körül van, és ünnepeket, itt tudom én most volt az elmúlt időben volt mondjuk a háború, a békéért volt egy zarándoklat, volt a hivatásokért volt egy zarándoklat, amikor szerzetesett nővéreket, vagy megszentett életnek a tagjait hívtuk meg. Vagy ugyanúgy majd ugye a Bodajki búcsú, vagy később lesz az első áldozóknak, a bérmálkozóknak a zarándoklata, vagy az ifjúsági zarándoklat, Mór, Bodajk. Vannak nagyon sok ilyen fajta, ez ünnep, való ünnep, mert ugye szeptember 12-a fő ünnepe, ugye Bodajton, de mi minden már ünnepet szeretnénk ugyanúgy megünnepelni, valamilyen formában, ugye majd október 8 lesz majd egy ilyen, ami megint egy kicsit érdekesebb lesz, hogy azt is egy kicsit megünnepeljük. Tehát akkor még a Mária ünnepek azok mindig, de minden ünnep fontos. És mondjam, tehát neki minden nap ünnep. Tehát most kiemeltünk bármilyen ünnepet, bármilyen nagyobb dolgot, vagy kötelező ünnepeket nálunk minden nap, minden perce ünnep, minden Szent Mise ünnep. Tehát az ünnephez kapcsolódóan azt, hogy felsoroljuk azt, hogy milyen ünnepek vannak. Gyakorlatilag Bodajkon, és ha megmondom, hogy nagyon nagy dolgo, nagyon sok mozgás, vagy nagyon sok intenzív látogatás, nem biztos, hogy bírnánk. Azért kevesen vagyunk ahhoz. Nem egy nagy cég vagyunk. És mindig egy kérdés volt ez, hogy Butka Tamás atyával beszélgetünk egymással, hogy most azon kell elgondolkodnunk egy picikét, hogy mi most egy munkahely vagyunk, vagy egy közösség. Mert a munkája az egy olyan dolog, hogy mindenki végzi a munkáját, ami neki van adva, vagy közösség, amikor egymást tudjuk építeni, és tudjuk előre mozdítani. És hát ezáltal gyakorlatilag a hozzátok érkezőket is. Igen, gyakorlatilag ez közösség részei lesznek, és ugyanúgy, vannak a kiemelt ünnepek, amik a kegyhelyen megjelennek, amit püspök atya is úgy gondolja, hogy át kell emelni, de az egyházmegyében ez a Mária kegyhelyeik, az mind kiemeltek valahol. Mindennek megvan a maga üzenete. Jön az üzenete Bodajnak, mondjuk ez, mondjuk a Alsó Szent Ivánnak ez, mondjuk Elcsének ugyanez, vagy Féltessomlónak, majd ez úgyis erről majd lesz szó. Így van. És az egyházmegyének vannak kiemelkedő alakjai is, mint Prohászka vagy Kaszap István. Mit jelentenek ők a te számodra? Egyáltalán milyen példák állnak előtted, vagy lebegnek előtted, így mondjuk, mint egyházmegyei szolgálatban álló atyának, papnak?
Hát ugye Pruházka, ugye az ő püspökségével, az ő nagyságával biztos az embert megérinti, meghatározza. Kaszap István pedig mindig egy fiatalember számra, ami nekem az én számomra is, ugye ő is elindult egy úton, aztán az nem fejeződött be, hogy abba az ő kitartása, az ő lelkesedése, az ő hite, meg az ő fajta áldozatvállalás. Ugye Pruházka is, azért Pruházka abból is szerintem példa, most ha az ő példáját nézzük, a mai világban az, hogy ő kimerte mondani az igazságot, kimert állni egy igazság mellett. Mi nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy próbálunk egy picikét úgy nyugodtan választ adni, hogy nem rögtön, hogy mi tudjuk, mi az igazság, vagy nem azt, hogy nem tudjuk, hogy mi az igazság. Valami, mi érezzük, mi az igazság, és amellett kiállni. Pruházka ezt megtette, a Indexre is került, mint tudjuk. De gyakorlatilag hosszú, nem tudom, hogy de most elég jó úton tart talán az ő életútja, de ő az Indexből adódó nagyon sokat azért nem tudták előrébb, mert ő Indexen volt. Pedig ha most valaki olvas, hogy megelőzte önmagát, és ebből is, hogy mennyi tudunk modernebbek lenni mégis. Ugye, ez eddig a kegyhelyenről, hogy megnézzük a kegyhelyet, a régi, a barokk, és a modern hogy tud egységet alkotni. És ugyanígy nekem Pruházka ilyen, hogy volt egy püspök, aki még a zsinat előtt él, van egyfajta tényleg egy püspök, és közben tudott modern lenni, és tudott olyan üzeneteket mondani, vagy üzenni, ami a második Vatikán zsinatban már azt mondtuk, hogy ezt már Pruházka is beszélt erről. És nyugodtan nyithatott volna egy zsinatot. És ő ezért is, és mi most is így van, ezért példa nekem egy picikét, vagy érzem azt, hogy fontos számomra, mondjuk Pruházka ebből, hogy merjek bátor lenni. És merjek beszélni az igazságról, merjek beszélni arról, amit én úgy érzek, hogy ez jó. És nekem segített, és öröm volt. Én nem vagyok egy grafomán ember, azt tudja mindenkiről. Én miért írok le semmit? Semmit nem írok le. Nagyon sokan mondják azt, hogy miért nem írod le. Nem tudom, miért nem. Pruházka lemerte írni. Hát nagyon sok mondják a szenti avatások, hogy keveset írjál, mert nem kell azt olvasgatni. És a Pruházka nagyon sokat ír, és nagyon értékeseket. Kaszap pedig fél évig voltam a Székesfehérvári a Pruházka templomba, Pruházka, Kaszap, jó, de van eltemetve, és egy érdekes dolog, ez a kettő együtt, hogy Kaszap István sírja mellett voltam diakonus. És amikor hátszor elmentem, hogy Kaszap István sírja mellett ugye a sekrestjébe, mindig úgy belegondoltam abba, hogy én ebben a korban, mint amiben ő volt, egyszer éltem az életemet, éltem a fiatalságomat, éltem azt, hogy hedonistai, nem azt, hogy nagyon hedonista, hanem az, hogy szabadon. És közben itt van ez a fiatalember, aki meg ott van betegen, és értem imádkozik, és értem vállalja a kereszteket. Hogy én erre képes lennék? Nagyon sokszor az ember önző lesz. Hogy az én keresztem a fontos, nem a másiké. És valahol Kaszap István ebben van, hogy ő pontosan Cirene és Simon volt Krisztus mellett. Hogy átvállalta, együtt vállalta vele a kereszthordozást. Nekem Cirene és Simon mindig egy nagyon fontos személyiség, vagy úgy az egész nagybőjt időszakban, hogy mindig az, hogy vonakodom, és ezért belemetek innen, tehát belenéz a szemembe Jézus, és azt mondja, követlek. Nem mond semmit, de követ, és átvállom a keresztet. És akkor belegondolok abba, hogy de Jézus, hogy ezt csinálja nekem a mindennapi életben. Hogy én cipelem azt, hogy hú, de nehéz ez a kereszt, hú, de piszok nehéz ez a kereszt. Én ezt nem bírom már. És azt mondja, hogy, és azt mondom, de miért könnyebb? Mert Jézus ott van mellettem. Tehát a Pruházka, meg Kaszap, ez a kettő. A kitartásuk, meg az a fajta mély hitük. Mind a kettő különböző irányból, de mégis valahol egy pap életében én számomra az, hogy a Pruházkának az, hogy kimert állni az igazság mellett, még akkor is, hogyha sokan nem értettek egyet vele, Kaszapnak a kitartása az, hogy én miért sírok? Semmi bajom nincs. Egy egészségesnek tűnök, és én paraszkodom, és nem tudok másokért imádkozni, belőle erőt meríteni. Meg vagy még vannak szentek, akik nekem nagyon fontosak így az életemben. Hát aki Szent Erzsébet napján született, már igen, mindjárt, hogy az Árpádházi szentjeink, főleg, igen. Hogy azért Bodaik is kötődik az Árpádházi családhoz. Igen. Hát ugye az Árpád, ugye egy Szent István... Ugye más az, amikor valaki a 20. században él, ugye, és más az, amikor egy ilyen 1000 éves távlatból tekintünk rá, de mégis adhatnak valamit nekünk. Igen. Például nekem Szent István, abba, ha most Szent István nézzük egy picit, és kapcsolódunk Bodaikhoz, meg az egész ősi Szent Istváni hagyományhoz. Én nekem olyan érdekes, hogy van egy szobor a Bodaikon, amikor a Szent István elhozza a családját, és a Tutajból kilép a szárazföldre.
Most a minapokban egy-egy hónapja, hogy rádöbbentem arra, hogy Szent István ez. A pogányságot összeköti a kereszténysége. Egy híd. És valahogy nekünk is ennek kell lenni, hogy érezzük az ingoványos talajt az életünkben. De itt van Szent István, aki merte vállalni. Ez nem, amikor Bodajkon van, erre is rádöbben az, hogy itt van ez a Szent István. És itt van a magyar történelmünk. És mi ennek részesei lehetünk. És ebből is erőt merít az ember, vagy maga a magyar szent családnak ez a fajta szeret, ami talán példaértük, ha most nem is vallásos oldalról nézzük, nem a hit oldaláról nézzük, nem csak emberi oldalról nézzük, az a szeret, ami köztük van, és vagy István, amikor elveszít az egyetlen gyermek, de, vagy Gizella, Máriával egyesül, vagy a mennyei, ha mondjuk, nem akarom hasonlítani őket, mert nem akarok nagyon eltérni, mert nem akarok semmi utaságot mondani, de amikor ugye mind a kettő megél, a mennyei, ha megélte azt, hogy elveszít egyetlen fiát, feláldozta, és ott a boldogság szűzanya ott áll Krisztus keresztjén, és megéri azt, hogy elveszít a gyermekét. És valahol erre kéne a világnak, vagy az embereknek férjön a figyelmét, hogy a család nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy valaki igen tudja mondani, merjen vállalni gyerekeket. Én nem tudom, ugye hogy beszélt a családról. Hát én is családból jövök. És én is érzem azt, hogy a testvéri szeretet mennyire fontos. Húgommal nem vagyunk napi kapcsolatban. Egy dolgot fogalmaztam meg a húgomról, a Beatrixről, hogy ha baj van, és telefonál, ha telefonál, akkor baj van. Ha nem telefonál, akkor minden rendben van. És nagymamám mindig mondta szegénykém, hogy beszéltél a Beatrix-el? Mondom, mama, nem beszéltem, mert nincs baj. Ha egy baj lesz, akkor úgyis, na akkor kell aggódni. És ez is a Szent Család ebben is, hogy annyira egységet alkottak, annyira egyek voltak, és ugye mi is ebben a közösségből, ha Szent Istváni közösséget nézzük, persze férfiak vagyunk, de nem csak férfiak vagyunk, hát vannak munkatársaink. Házvezető néni, sekresnyes néni, akik az életünket rendbe teszik, gondoskodnak róla. Végis nők is vannak, hölgyek is vannak körülöttünk, és mégis az a fajta buzgalom vagy ugye Márta és Mária, ugye lehetne mondani a Szent Jászból, és ugyanígy van a Szent Család nekem, hogy magyar Szent Család, hogy ebbe példát adnak számunkra, hogy igenis közösségben kell megélnünk a hitünket. Nem, egyedül nem tudjuk megélni. Önzővé válunk. És ez nálatok nagyon szép egyébként a déli imában is, vagy a Zsolozsmegyi imádkozásában kiteljesedik. Igen, ez egy, amennyire, és együtt, nálunk a szerbéd ez egy fontos napi esemény. Hogy jó, nem mindenki, mert vannak kollégáink, akik, de például a házvezető néni, mert most már akik az irodában van irodavezetőnk, ő is most néha leül velünk egy asztalhoz. De nálunk az ebéd, ez egy fontos pont. Mindig Jézusnál mindig a csodák, az első csoda is egy lakodalmon volt. Filó Kristóf atya mondta annak idején, hogy ha megnézzük Jézus életét, ő végigette az egész evangélium. Mindig valami eseménye, valami fontos közösségi programban van, valami újat ad Jézus. És mi is így vagyunk. Mi nekünk ez fontos dolog, ha van rá lehetőségünk, inkább Tamás atyának, hogy ő ezt nagyon fontosnak tartja, hogy együtt ebédeljünk. Hogy akkor egy pici legyen, egy kisiről legyen egymásra a napi rohanásban, vagy József atyával, hogy akkor meg tudjuk hallgatni, el tudja mondani, mi a nehézség, vagy mit szeretne kérdezni. Ugye ő nagyon sokat van egyedül. Egyedül van azért, mert mindenki rohan. De nincs egyedül, mert érzi azt, hogy vannak mögötte. De az ebéd az egy nagyon fontos dolog, és a közösséghez tartozik. Hogy mondta, említetted is, hogy végül is mi megéljük ezt a fajta szerzetes közösséget, és vannak ilyen azért voltak... Mennyire jellemző ez egyébként? Tehát az egyházmegyétekben sem jellemző az, nem. Hogy papi közösségben élve, tehát hogy ez így nagyon bodajki specialitás, ha úgy mondjuk. Hát most, ha így nézzük, igen, bodajki specialitás. De ezt talán Tamás, hogyha fogalmazta nagyon jól meg, hogy ez emberek is kellenek, akik ezt vállalják. Mert na. Tehát amikor te oda kerültél, ezt így, igen, ezt igen, tudtad, igen, hogy igen, ezt igen, vállalod igen, ezzel. Igen, csak azért lesz az ember pap, de ha megnézzük egy kicsit praktikusság oldaláról. Azért leszek pap, azért nem nősülök, mert egyedül szeretném az életemet leélni. Ami egyfajta zártságot, egyfajta önzőséget alakít ki. Ugye nem engedünk be másokat, mert ha a szabadságot... Ugye a házasság is az van, hogy mi nem kötnek házasságot manapság. Én ezt úgy fogalmazom meg, hogy mert attól félek, hogy elvesztik a szabadságot. Pedig házasságban nem feszítem a szabadságot, a másikat erősítem és közösségbe élemek. És úgy, így van, hogy nagyon sok pap szerintem ettől tart, hogy elveszíti az önállóságát. Valaki oda kell figyelni, valakivel meg kell osztani az életét, valakinek néha segíteni kell, vagy átvállalni tőle a nehézségeket, és félünk ettől. És ezért mondom azt, hogy Bodajk valahogy, amikor Bodajk, de
mondhatom azt, hát csodálkozunk, a Szent Család idejött, csodálkozunk, a Szűzanya, aki bement, bement az apostol közösségébe, csodálkozunk azon, hogy emberek visszajönnek ebbe a közösségbe, akkor csodálkozunk, mi közösségben élünk. Hát annyira adja magát Bodajk ezt a közösségi létet, ezt a közösségi életformát, hogy nem is tűnik fel, és persze mi, amint mondtam, mi is kellünk ehhez. Ha nem tudnánk egymást rossz napjait hordozni, vagy elviselni, mert ugye a külvilág számára úgy tűnik, hogy minden jó, mert minden szép, mert ezt akarjuk sugárni, de bennünk is vannak olyanok, hogy most hagyjál békén, most nincs időm rá, nem akarom, hagyjál már, miért kell így, hát mi is dobáljuk a hajtűket, szoktam mondani, hogy mi is dobáljuk a hajtűket, és vagyunk mondjuk jó esetben hisztisek. Hát miért ne lennénk? Hát emberek vagyunk. De érezzük azt, hogy utána meg hiányzik a másik. Én mondtam a Tamásnak, hogy én nem tudnám úgy elképzelni most már az életemet Bodajkon, hogy reggel nem jövök le az irodába, és nem találkozok emberekkel. Mert igénylem a közösséget. Hát mindig is igényeltem, meg szerettem a közösséget, mert amikor a színházat csinálom, akkor is közösségben volt. Együtt alkottunk. Az alkotás vágya is, az alkotás műve. Hogy egyedül nem tudjuk ezt a Bodajki helyet lelkek megtölteni, ha nem közösen rendezünk. Hogy minden, ahogy mondtam is, nem teszi mindenki hozzá sajátját. Attila atya, köszönöm szépen, hogy elfáradtál ide a stúdióba. És hát köszönjük, hogy közelebb hoztad hozzánk a hivatásodat, a szolgálatodat, és a Bodajki kegyhelyet is mind jobban és jobban meg tudjuk szeretni ezáltal. Kérjük az imáidat a televízióért, és a nézőinket is kérjük, hogy imádkozzanak érted is, és imádkozzanak a televízió fennmaradásáért is. Köszönjük, hogy velünk voltak, tartsanak velünk majd a hétvégén is, amikor a Bodajki kegyhely ünnepi szentmiséjébe kapcsolódunk be. Dicsértessék a Jézus Krisztus!